Végre elérkezett advent első vasárnapja. Mi az az advent? Nem más, mint a karácsonyi ünnepkör eleme. Az advent szó eljövetelt jelent. András után vasárnap, új része van a háznak. A karácsonyt várva várod, advent kincsét megtalálod. Fagyönyből vagy lisztgyurmából készülsz kalács fonatú, fenyőágból, szalmaszálból gyönyörű a koszorú. Advent idő, készülődés kezdődhet, a sütés, fürdés, karácsonyra minden ragyog, fényesebbek a csillagok. Advent idő, készülődés kezdődhet, a sütés, fürdés, karácsonyra minden ragyog, fényesebbek a csillagok. Honnan tudjuk, hogy mikor van? A karácsony első napját, vagyis december 25-ét megelőző negyedik vasárnappal kezdődik, és egészen karácsonyig tart. Ki találta ki, hogy legyen advent? 7. Gergely pápa a 4. században. Az adventi koszorút ilyenkor szoktuk készíteni. Igen. Hány gyertyát kell rátenni? 4-et, 3 lilát és 1 rózsaszínt. Más színű nem lehet. Lehetni lehet, de ez a hagyomány. Bár, ha jobban belegondolok, a legelső adventi koszorúnak még más volt a színe. Johann H. Wichen, német lelkész készítette 1839-ben. Egy kocsikerékre 23 gyertyát állított fel, és minden nap egyel többet gyújtott meg közülük. Hétköznap pirosat, vasárnap fehéret. A mai adventi koszorú azonban már fenyőből, esetleg tiszafából készül. 4 gyertyáját 4 vasárnap kell meggyújtani. A 3. vasárnapon a rózsaszint. Fényességes, csillagos éj van, fáradt vándor baktat a hóban. Szép karácsony, vezesd a pályon, fáradt vándor utat találjon. Mézes bábú ring a fa ágán, jászol mellett béget a bárány. Gyújtsunk gyertyát, itt a karácsony, fáradt vándor utat. A gyertyák jelentéssel is bírnak. Jelentéssel? Ezt nem értem. Az első a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet szimbolizálja. Még egy mesét is írtak erről. Meséld el, kérlek! 4 égő gyertya meséje. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 4 gyertya. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amint beszélgetnek. Azt mondta az első. Én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a második. Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a 3. gyertya. Én a szeretet vagyok. Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyerek, és mikor meglátta a 3 kialudt gyertyát, felkiáltott. De hiszen nektek égnetek kéne mindörökre. Elkeseredésében sírva fakadt. Ekkor megszólalt a 4. gyertya.
Ne félj, amíg nekem van lángom, meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjával életre keltette vele a többit. Ez igazán szép történet volt. Már csak egy valamit nem értek. Koszorú és gyertya van adventkor. De hol marad az édesség? Hát, tulajdonképpen az is akad. Az adventi csokoládés naptárról biztosan te is hallottál. Azt azonban talán nem tudtad, hogy a legelső egy német édesanyához köthető, akinek Gerhard nevű kisfia már hetekkel az ünnepek előtt türelmetlenkedett a várva várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot talált ki gyermeke számára. Egy kemény papírlapot 24 részre osztott, mindegyik része rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. Közben a kisfiú felnőtt, s nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen 24 ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá. Nagyon szeretnék egy ilyet. Én is. De az még jobb lenne, ha 24 ablakocska jó tetteket rejtene. Odafigyelést, kedvességet, önzetlenséget, ölelést, egy jó szót, hogy advent időszaka egy igazán szeretetteljes, rohanástól mentes, várakozással teli időszak legyen mindenki számára. Messze valahol régi dalszó, ismerős dallam.